Jászfényszalon rendezték meg a 24. Jászvilág találkozót június utolsó hétvégéjén. A több hónapos felkészülés a szervező település részéről ebben az évben is visszaköszönt a színvonalas eseményen. Visszatekintés, értékelés, ez lesz a mai fámában. Köszöntöm nézőinket! A múlt hétvégén rendezték meg Jászfényszalon a 24. Jászvilág találkozót, ahol többek között átadták a Jászságért díjat is. A rendezvényről, illetve a Jászságért díjról fogok beszélgetni mai stúdió vendégeimmel. Győriné dr. Ceglédi Márta Jászfényszaruváros polgármestere. 1982-től dolgozik közigazgatási területen, 1990-től a város polgármestere. A Jászvilág találkozó szervezői gárdáját irányítva igyekeztek új hagyományokat teremteni és új szint vinni a rendezvénybe. Hiszi, hogy Jászfényszaru a tradíció és innováció városa, ahol legalább olyan fontos az emóció is. E három pillér mentén szervezték meg idén a jászok legnagyobb seregszemléjét, a Jászvilág találkozót. Polgármester asszony, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm. Lassan egy hete, hogy véget ért a 24. Jászvilág találkozó, amit Jászfényszalon rendeztek meg. Korábban önnel az előzményekről és a programokról beszélgettünk, most pedig majd egy kicsit az élményekről, illetve értékeljük is a rendezvényt. Önök hogy látták, mennyire volt sikeres a Jászvilág találkozó, illetve sikerült-e mindent megvalósítani abból, amit önök megálmodtak? Én azt gondolom, hogy maradéktalanul sikerült megvalósítani az álmainkat. Még egy kicsit többet is kaptunk, mint amit mi álmodtunk, mert a vendégek, a műsorok, a Jászmúzeum még tettek hozzá, és én úgy érzem, hogy azok az elképzelések, hogy élményt teremtsünk a egészen kicsikortól az idősebb korosztályig, ez megvalósult, és hihetetlen sokan látogattak el Jászfényszaruba, vitték Jászfényszaru és a Jászság jó hírét, és ez volt a cél. Sikerült egyébként kipihenni a szervezéssel, illetve a rendezvénnyel járó fáradalmakat? Én nem éreztem magamat igazán fáradtnak egyetlen napon sem. Azt gondolom, hogy azok a boldog pillanatok, az a lelki push, az emberbe teljesen el tudja nyomni a fáradtságot. Mi úgy értékeltük, egy nagyon hangulatos, belsőséges, ilyen nagyon emberközeli világtalálkozó volt, mindenkinek jó kedve volt, a fellépőknek is. Önök is így látták? Abszolút így láttuk, és én azt gondolom, hogy azok a népi táncosok, fiatal kapitányok, azok a boldog gyerekek, majd az Eszter ismerő idősebb korosztály, talán lehetővé tették azt, hogy korosztályokon átívelő, egymást szerető, egymást tisztelni tudó közösség tudott együtt ünnepelni. Önök hogy látták az újdonságok, amiket igyekeztek bevezetni a Jászvilág találkozók történelmébe? Például a Bajuszmusra vagy a 4. Béla udvar, ezek hogy muzsikáltak? Csodálatos volt. Én is beültem a 4. Béla udvarba, és voltak olyan pillanatok, amikor legyen ez a cigánykérető, vagy a régészeti kiállítás, vagy a népi táncosoknak, ahogyan vitték be azokat az értékeiket, hogy a redemció megvalósulhasson. A 4. Béla udvarban, ahogyan a gestát elmondta Erdei Gábor, és közben két színen, a szalmabálán ülve csodálhatta meg az ember a jászok történetét. Komolyan mondom, hogy teljesen elvarázsolt. Tehát semmi olyan druk nem volt bennem, hogy vagy egyszerűen egyik esemény a másik után úgy emelte a színvonalat, vagy emelte az ember boldogság szintjét, ami én azt gondolom, úgy éreztem, úgy láttam magam körül, mert az egy dolog, hogy én érzem, az egy másik dolog, hogy a másfél éves vagy két éves gyerek éppen a fakarikát dobta, volt olyan vendégkislányunk, aki 12-szer ment harcolni a 4. Béla udvarba, és gyakorlatilag azt szerettük volna, hogy nem a száraz anyaggal találkoznak, hogy ma akkor 1745-ben Mária Terézia aláírt, stb. Az volt a cél, hogy a jászságnak, a jászoknak és a kunoknak is természetesen, mert ez együtt történt, meg tudjuk jeleníteni azt az érzést, hogy amikor szabad,
hogy hogy örül, mikor szabad, és mire képes az ember, hogy szabad legyen, és ez a szabadság egyszerre érinti a gyereket, az időst, és ez minden szempontból, minden szinten, mesében, történetben, táncban, kiállításokban megjelent. Természetesen gyönyörű volt az állókép, mert 20 évvel ezelőtt, mert pont 20 évvel ezelőtt voltunk, akik szerveztük az ünnepséget, és onnan indult az első jászkapitány. Ugyanúgy volt Mária Terézia, de most is ott volt egy állóképben, tehát egy pillanat, hogy lehessen érzékelni. Ráadásul azt a kislányt kértük fel Mária Teréziának, aki korban hasonló lehetett az éppen akkor uralkodó császárnőhöz. Kék szemű volt, szőke volt, és április 2-án született a Palóc Zsófi, pont amikor a városreállítás 25 évvel ezelőtt megtörtént. Ha már a díszünnepségnél tartunk, beiktatták az új jászkapitányt, Ézsiás Barnabás személyében, egy nagyon fiatal jászkapitány. Vannak a városnak, vagy önnek személyesen elvárásai vele szembe? Én azt gondolom, hogy nem elvárásokat szeretnék megfogalmazni az ő irányába. Önmagában, hogy őt választotta az önkormányzat, azt gondoljuk, hogy tudja, képes arra, hogy vigye azt a fiatalos, temperamentumos, egyben hagyomány éltető virtust, illetve életmódot, amit egy ilyen fiatal kapitány meg tud csinálni. És én nagyon boldog voltam, amikor megköszönte a családjának, hogy lehetővé fogják tenni. Legalább annyira boldog voltam, amikor fiatal barátai arra ösztönözték, hogy igen, vállalja el, mert valójában a hagyomány se nem őrizni kell, mert ugye nem fogoly, se nem ápolni, mert nem is beteg, hanem éltetni kell, és ezt az éltetést a fiatalokon keresztül tudjuk megoldani. A rendezvény alatt, illetve után ön kapott visszajelzéseket ismerősöktől, rokonoktól, jászfényszarújaktól? Alatt és után és most is folyamatosan. Én azt éreztem, hogy az emberek elégedettek, a jászfényszarújak mosolyogtak, a vendégek elégedettségüknek adtak hangot. Én remélem, hogy az a cél, hogy megérintse az embereket ez a történelmi esemény, ami egyben ünnep is, és egyfajta kikapcsolódás, egyfajta történelemismeret szerzés az talán maradéktalanul megvalósult. Polgármester asszony, köszönöm a beszélgetést, és köszönöm azt is, hogy mi is részesei lehettünk egy ilyen nagyon szép rendezvénynek. Én is köszönöm a Trió TV munkatársainak a szinte 4 napon keresztül lévő jelenlétet, a riportokat, a gyönyörű felvételeket megőrizzük. Nézőink pedig maradjanak velünk, mert folytatjuk a beszélgetést. Tóth Tibor, az idei Jászságért díjas lesz a vendégem. A díjazott évtizedek óta részese szülővárosa Jászfényszarú közművelődési életének. Kiváló helyismeretét és szervezési tapasztalatait a helyi és jársági hagyományőrzés szolgálatába állította. A Fényszarújak Baráti Egyesülete elnökeként a járság kulturális életének egyik meghatározó alakja. Sokat tett annak érdekében, hogy létrejöjjön Jászfényszarún a Kis József helytörténeti gyűjtemény, kezdeményezte jó néhány települési emlékhely létrehozását. Mindezek mellett részese volt a helyi értéktár megteremtésén, illetve sokféle kiadvány megjelentetésében végzett áldozatkész munkát. Különféle területi és országos szervezetekben képviseli Jászfényszarú és a jászság érdekeit. A fáma vendége Tóth Tibor helytörténeti kutató, a Fényszarújak Baráti Egyesületének elnöke, Jászfényszarú város díszpolgára és az idei Jászságért díj tulajdonosa. Ahogy a felvezetőben hallhatták, Tóth Tibor a vendégem. Ebben az évben a jászok közössége úgy döntött, hogy önnek ítélik oda a jászságért díjat. Amikor tudomást szerzett erről, önnek milyen gondolatok keringtek a fejében? Hát nagyon meglepődtem, mert erre igazán nem számítottam. Talán ez olyan díj, amire nem csak én, hanem más sem számít, hisz annyira keveset adnak ki belőle, és oly nagy merítési lehetőség van jászságon belül és azon túl is, akik nagyon sokat tesznek a jászságért, hogy ez ember egyáltalán nem gondol. És nyilván, mikor ez Dobos László velem telefonon közölte,
nagyon keresni kellett a szavakat, és azt hiszem mindösszesen nem sok szó hagyt el a számomot, mint az, hogy köszönöm. A díj szól az ön személyének, az 50 éves munkásságának, illetve annak a lokálpatrióta tevékenységnek, amit ön egész életében képviselt. Honnan ered a szülőföldhöz ragaszkodás és ez a szeretet? Talán génjeimben is hordozom. Az életutam is így alakult, és ha már itt vagyunk Jászberényben, nem akarok századokon átívelően, de 1967-ben a Jász Múzeumban rendeztek egy szülészeti kiállítást. És akkor én itt a szülész-borász szakmunkás képzőben jártam, a Kossuth Lajos utca 120-ban, ahol most a Tesco van, mert lebontották már a hajdani iskolát. Akkor, mivel kitűnő tanuló voltam, és kellettek múzeumi őrök, és Edittel, akivel később, még akkor ő sem volt itt a múzeumban, de emlékezett erre a kiállításra, és az iskolától kértek délutánonként felügyelő tanulókat. És hát nyilván a jó tanulók közül, akiknek kevésbé kellett készülni, mert egész délután itt voltunk a múzeumban, Tóth János volt akkor az igazgató, és még ami emlék fűződik hozzá, hogy gépírni akkor tanultam meg, mert amikor nem voltak látogatók, akkor volt ott egy nagyon matuzsáremkori kiselejtezett írógép, de gépelni lehetett rajta, és én ezen gépeltem. Tehát ide vezethető vissza a közösségi munka az itteni iskolába, majd hazatérve Jászfényszarúra a Béketéhezben, ahol a színjátszás, a Fortuna, a felnőtt színjátszás, a gyermekszínház, a színjátszás, a Napsugár, de azt hiszem ott voltam a Pávakörnek a születésénél, és vagy a Fúvó zenekar támogatta a Béketéhez, a személyzeti munkahoz a kulturális terület is hozzátartozott, és ezeknek a menedzselése, mivel én sokat foglalkoztam, és 75 után, amikor a termőszövetkezet vásárolt egy autóbuszt, akkor pedig hát sokszor az én javaslatomon is múlt az, hogy a Fortunának odaadtuk ingyen, vagy a Pávakörnek ingyen fellépésekre az ország különböző tájaira. Tehát innen indult, vagy a színház bajárás, a színház szeretete szintén ide kötődik, mert a termőszövetkezet buszával nem kellett fizetni a tagoknak, mentünk, vagy a múzeum szeretete. Én emlékszem, hogy akkoriban volt a tájakorok múzeumok, ami ma is megvan, csak akkor voltak gyűjtőívek, és bronz jelvényt 20 múzeumlátogatás után, ezüstöt 40, aranyat 60 múzeumlátogatás után lehetett szerezni, nekem ezek mind megvoltak, és utána pedig 5 évig az ország bármelyik múzeumába ingyenesen lehetett menni, és természetesen ugye nem én egyedül mentem a múzeumba, hanem a csoportokat vittük a szövetkezetből, és hát ez aztán folytatódott a rendszerváltás követően is, és hát kiteljesedett a Fényszarok Baráti Egyesületének a megalakításával 1993-ban, ami szintén egy nagy jelentőségű dátum Fényszarok történetében, hisz 1831 után ekkor lett ismét város Jászfényszarú. Mindez, amit ön elmondott, ez részese annak az 50 éves munkásságnak, amit ön maga mögött tudhat. Mi volt, ami erőt adott, vagy mi az, ami még most is erőt ad, hogy ezt a munkát ön folytassa? Én úgy értékeltem, hogy szerettem az embereknek szépet, jót adni, élményt adni, örömet adni,
és ha láttam, hogy ez sikerült, ez a következő rendezvényekhez, következő akciókhoz is erőt adtak nekem, és hát a 90-es években rendkívül intézményé vált tulajdonképpen a Fészarok Baráti Egyesülete, hisz a Huszár Bandériumok, Bandérium felkarolása, a színházba járók baráti körének a létrehozása, 282 előadáson vagyunk túl a 24 év alatt, és ebből 34-et Fényszarúra hoztunk, és nem sose feledkeztünk meg a jászfényszarúi művészekről, hisz mind Jakus Tímea, mind Erdei Gábor vizsga előadásán ott voltunk Békés Csabán, de ezen kívül voltunk Kecskeméti Színházba, voltunk Komáromi Lovasz Színházba, és nagyon sokszor budapesti színházakba. De a társas tánc is a egyesületünkhöz kötődik. Ennek a létrejötte, vagy a képzővészeti napok 94-től 2000-ig a Fényszarok Baráti Egyesülete szervezte. Ebből nőhetett ki a mai művésztábor. Természetesen ugye közben intézményesültek dolgok, hisz megalakult a művészeti iskola, ami átvett nagyon sok olyan tevékenységet, amelyet korábban a Félbe csinált. Akkor mi elkezdtünk újabbakat, és akkor jött a kiadványoknak a sora, hisz az idén 32. kiadványt mutattuk be május 6-án a Ézsiás Rózsa szakácskönyvét, és ebben az évben még két kiadvány kiadását tervezzük, úgyhogy 34 kiadvány meg lesz a 25 év alatt. Ebben érem, CD, képeslap és könyvek galmadája szerepel, és hát itt szeretném megjegyezni, hogy ugye nyilván egy közösségi embernek vannak olyan munkái, tevékenységi, amit egyedül lehet végezni. Hát ilyen egy könyvszerkesztés, egy könyvnek a megírása, természetesen ahhoz is kellenek segítők, de többségében önmaga csinálja. Viszont közösségi vezetőként azt nem lehet egyedül csinálni, tehát az ahhoz nagyon sok segítő, a család, a barátok, a mindenkori településnek, az előjáróinak a segítése, a jó szándékú emberek, szponzorok, mert hát ugye minden pénzbe kerül, azok nélkül nem tudtuk volna elérni az eredményeket, és én úgy gondolom, hogy a díjamnak egy bizonyos része ezeknek az embereknek is szól. Ha már a díjnál tartunk, ön hogy gondol erre a díjra? Ez egy koronát tesz az ön munkásságára, illetve ad inspirációt a további munkához? Én azt hiszem, hogy életműként adni díjat még talán a díjak között is egy kiemelt kategóriát jelent. Én nem gondolnám, hogy ez a pályámnak a vége, de afelé közeledik. Nyilván vannak célok, amelyeket még szeretnék elérni. Hát egyrészt 2021 májusáig meg vagyok választva a Fényszarok Baráti Egyesületénél, akkor leszek közel 70 éves, addig jó lenne az utódot kinevelni, és hát természetesen utána még segíteni, hisz az embernek az életműve akkor lesz maradandó, ha lesz, aki tovább viszi. Ezt én is tudom, és ezen próbálok is a lehetőségekhez képest dolgozni, és hát régi vágyam egy jászfényszarú lexikonnak a összehozása, kiadása.
valamint hát magamra, megmondom őszintén, soha nem igen jutott idő, a saját családfám kutatását is nagyon szeretném magam és a rokonaimnak a tiszteletére még megvalósítani. Gratulálunk a díjhoz, és mindahhoz a munkához, célokhoz, tervekhez, amit ön említett, ahhoz kívánunk önnek sok erőt, egészséget és kitartást. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Fáma, és ahogyan már megszokatták, televíziónk július közepén egy rövid szünetet tart, így Fámával legközelebb augusztus 3-án jelentkezünk. Kívánok mindenkinek szép nyarat és kellemes időtöltést. Viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.